Negyedik üres lakások menete, vagy vegyük birtokba az üres lakásokat. A stúdióban Erdőegyi Márt, a Város Mindenki aktivistája. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi az értelme ennek a kezdeményezésnek? Ugye azt állítják, hogy van 400 ezer üres lakás az országban, ezt honnan tudják, milyenek ezek a lakások, mit tudnak ezek? Igen, hát a Habitat for Humanity adatai alapján tudjuk ezt mondani, hogy olyan 390 ezer, 400 ezer lakás van Magyarországon üresen, ebből körülbelül 100 ezer van itt Budapesten. És milyenek ezek a lakások, miért vannak üresen, vagy mik ezek a lakások? Hát, hogy miért vannak üresen, ez egy jó kérdés. Van az önkormányzati tulajdonú lakások, meg magántulajdonú lakások, amiket így offshore cégek, az offshore cégeké, de az a baj, hogy rengeteg ember van, akinek szüksége lenne lakásokra, míg ezek üresen állnak, és más országokban meg van szabva, hogy milyen százalékának kell lenni a lakásoknak, szociális bérlakásoknak, mint itt nálunk ez olyan 2-3%-nyi. Uh-huh. És, de milyen lakásoknak van megszabva? Tehát általában meg van szabva máshol, vagy mondjuk az önkormányzati lakások az száma önkormányzati van megszabva, hogy kinek van megszabva, mert magánembereknek azért nem lehet megszabni, hogy bérlakást építsenek, gondolom. Hát persze, erre vannak kitalálva javaslatok, amiket támogatunk, például a Szociális Lakásügynökség az egy ilyen, hogy kiközvetítenék ezeket az üresen álló lakásokat rászoruló embereknek. Gondolom, hogy itt nagyon fontos kérdés lehet az, hogy legalábbis nekem azonnal az jut eszembe, hogy van 400 ezer lakás. Nem tudom, hogy ezek a lakások milyenek, milyen állapotban vannak, biztosan van köztük olyan is, ami kiváló, sőt, akár luxus színvonalú lakás, de gyanítom, hogy van benne olyan is, amit azért nem használnak, és azért nem lakik benne, mert esetleg senki, mert hogy alkalmatlan arra, hogy lakjanak benne. Igen, vannak ilyenek is sajnos. Tehát ezeket előtte gondolom rendbe kéne hozni, ki hozza rendbe, miből hozza rendbe, ki kezeli utána, hogy ez a megfelelő helyre kerüljön. Hát elég sok kérdés. Például Kőbányán van most egy elindult elsőként lakhatásprogram. Ez arról szól, hogy hajléktalan embereknek felajánlotta az önkormányzat évi 2 lakást, amit segítséggel felújítanak, és utána szociális bérlakásként élnek benne. Ez idén a 4. ilyen lakást adtuk át, és újítottuk fel. Jó, ez a menet, ami most szombaton lesz, ugye? Igen, most szombaton. Tulajdonképpen mi fog történni ezen a meneten? Ez arról szól, hogy 4 állomásunk lesz az elején, és minden állomáson érintett tagjaink fognak beszélni, és dobolással, énekléssel egybekötött menettel végigmegyünk a város egy részén, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az üresen álló lakásokra, és szeretnénk elérni, hogy legyen lakáspolitika. Most, hogyha jól értem, akkor 4. éve próbálják felhívni a figyelmet erre a problémára, legalábbis ezzel a menettel, de valakivel gondolom tárgyalni kéne, tehát vagy önkormányzati, vagy kormányzati szinten, hogy ez központilag működjön valami ebből. Hol tartanak ebben? Hát többször is próbálkoztunk, döntéshozóknak küldtünk ki a szakpolitikai javaslatainkat, hogy megoldások születhessenek mindenre, és hát például most is próbálunk. És mik a reakciók, vagy mit mondanak ezekről a helyekről? Hát az a baj, hogy nem nagyon kapunk választ, sajnos, de vannak eredményeink, mint például a kőbányai példa is mutatja. De akkor attól még messze állunk, hogy legyen valami központi vagy általános rendelkezés, hogy ezt a 400 lakást akkor szociális bérlakással kell átalakítani. Hát igen, igen, sajnos, és az a helyzet, hogy amik vannak lakások az önkormányzat tulajdonában, azt is eladják, nem pedig kiadnák rászorulóknak, ott pedig erre lenne szükség. Hát meglátjuk, hogy halad ez az ügy, Erdőegyi Márta. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meg kívásunkat. Köszönöm én is.